Hatalmas tömeg összezsúfolódva várja a kabuli reptéren, hogy kimenekítsék őket. A Magyar Honvédség pénteken hozott nyilvánosságra először felvételeket arról, hogyan hoztak ki magyar katonák összesen 540 embert Afganisztánból. A tegnapi tájékoztatón Ruszin Szendi Romulus a Honvédség parancsnoka beszámolta arról, hogy a magyar légierő gépei alig több mint fél óráig tartózkodhattak a kabuli reptéren, utána a kimenekítettekkel együtt fel kellett szállniuk. Ezt meg kellett előzni azoknak a biztonsági eljárásoknak a végrehajtása, hogy ne szálljon fel a gépre olyan ember, aki nincs a listánkon, nem hozzánk tartozik, és ne vigyen fel olyan eszközt a fedélzetre, ami a egymás saját katonáink, illetve a gépek biztonságát veszélyezteti. A mentőakció befejezése után egy nappal több mint száz áldozatot követelő bombatámadások érték a reptér környékét. Mindössze néhány órával előtte a parancsnok is beszélt egy súlyos esetről. Volt másik nemzet akinek a repülőgép fedélzetén a menekített, már bombát szerelt a wc Nálunk ilyen nem fogult elő. Pontosítást kértünk a honvédelmi tárcától, ám írásban azt közölték, hogy nem áll módjukban bővebb tájékoztatást adni a hadműveletről. Érdeklődtünk a NATO sajtóközpontjánál is. Azt írták, hogy nem tudják megerősíteni az incidenst, ugyanis a NATO szövetségesek feladata, hogy a repülőgépeik fedélzetén jelzett eseteket kommentálják. Ilyen esetet eddig egyetlen kormány sem jelentett és a nemzetközi sajtóban sem találtuk nyomát. Ma megkérdeztük a külgazdasági és külügyminisztert is. Szijjártó Péter szerint hozzájuk nem jutott el ilyen információ. A hadseregek, illetve a honvédelmi tárcák koordináltak a mentési akció tekintetében, tehát én magam ezt az információt is a Honvédség parancsnokától hallottam, egyéb részleteket nem tudok. Szijjártó Péter az RTL híradó kérdésére beszámolt arról is, hogy egy magyar-afgán kettős állampolgárságú nő két gyermekével sikeresen átjutott Pakisztánba, ahonnan az ottani magyar külképviselet segítségével Brüsszelbe utaztak. Legkésőbb szombaton érkeznek haza Magyarországra.